Pécsi Filharmonikusok produkciójával kezdődött Bátaszéken a március 15-én ünnepség. Mint ismert, a kormány rendkívüli jogrendet és vészhelyzetet hirdetett az ország teljes területére. Így minden település maga döntött arról, hogy hogyan emlékezik meg az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hőseiről. Bátaszéken a beltéri rendezvények elmaradtak, de a kültéri megemlékezés nem. A magyar nemzet szabadságáért harcoló forradalom hőseinek kitartásáról, a magyar kultúra megőrzéséért is folytatott viadalukról Zsikó Zoltán, a Közművelődési Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke beszélt a Romkertben található emlékműnél. Ki meri idézni az igazi arcát? Teszi fel a kérdést Babits Mihály Petőfi koszorúi című versében. És mi, akik ma összegyűltünk, hogy a magyar történelme kiemelkedően jeles napjáról, 1848. március 15-éről megemlékezzünk, ugyancsak fel kell, hogy tegyük magunknak ezt a kérdést. Meglátjuk-e, jól idézzük-e a forradalom igazi arcát? Azért a forradalomét, ahol egy kicsi, Európában szokatlan hangzású nyelvet beszélő nép, ha akkor rövid időre is, kivívta függetlenségét. Azért a forradalomét, melyben ezrek áldozták életüket a magyar szabadságért. Azért a forradalomét, amely bár elbukott, példájával hitet és erőt adhatott nemzetünknek az elkövetkező majd másfél évszázadban a vérzivatarok, sorscsapások elviseléséhez. Azért a forradalomét, amely után 172 évvel ma olyan földön állhatunk, ahol megvalósult az, amiért vértanúságot szenvedtek hősi eleink, a szabad, független Magyarország. Egy ünnepi alkalmon, ahol a néhai hősök emléke előtt rójuk le kegyeletünket, a néma főhajtás közben bizonyosan megfogalmazódik bennünk a kérdés. Honnan, miből meríthették bátorságukat, mindenre elszántságukat a hadba indulók, akik számára csak ez a három szó létezett. Most vagy soha. Nos, tudjuk, hogy mi adott erőt nekik. Évezredes európai létünk és beágyazódásunk, közös, féltett kincsünk, a magyar kultúra, óvaőrzött hagyományaink elvesztésének rémképe volt a legfőbb muníció a heroikus áldozatvállalásban. Mert jól tudhatták, az egy nemzethez tartozás, a közös nyelv, a közös tudás, a közös örökség lehet csak az egyetlen biztosíték a fennmaradásunknak, megőrző életképességünknek. Az idei március 15-i ünnepség az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hőseiről való megemlékezés más volt, mint az eddigiek. Bozsolik Róbert polgármester a több mint 170 évvel történt események kapcsán a bizalmat emelte ki, ennek visszaszerzése feladat. Másmilyen, hiszen az elmúlt hetek eseményei azért rányomják a bélyegét
erre a nemzeti ünnepre is. Bár Bátaszéken az volt a döntés, hogy legalább egy ilyen mini verzióban azért rójuk le tiszteletünket márciusi ifjak és 1848 hősei előtt. Nagyon sokan sokszor már megállapították március üzenetét, próbálták megfogalmazni. Én ebben most nem mennék bele. Én azt gondolom, hogy amit én magam szempontjából fontosnak ítélek március 48 eseménye kapcsán, az a bizalom. Az a feltétlen bizalom, ami akkor megvolt mindenkiben, megvolt a közszereplők irányában, megvolt az eszme irányában, és tényleg feltétel nélkül tudott mindenki az ügy mögé állni. Én ezt kívánom magunknak, közszereplőknek, hogy ezt a bizalmat vissza tudjuk egyszer szerezni. Az ünnepség végén az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és intézmények helyezték el a megemlékezés koszorúit.